Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Átadták a felújított Nagydorogi iskolát. Az oktatás fejlesztéséről írtak alá megállapodást. A szakma sztárja versenyre készülnek a diákok. 36. alkalommal rendezték meg a Csapó Dániel emlékversenyt. $600 millió forintból újították fel és bővítették ki a Nagydorogi Széchenyi Sándor általános iskolát. A fejlesztés során 560 négyzetméter új épület résszel bővült az iskola, emellett tantermek, közösségi terek, irodák, vizes blokkok, öltözők és az intézményhez tartozó sportcsarnok is teljes egészében megújult. A fejlesztés célja többek között az volt, hogy 21. századi körülmények között szerezhessék meg a szükséges tudást a diákok. A diákok műsorával kezdődött a várva várt iskolátadó Nagydorogon. Közel 600 millió forintból valósult meg a Széchenyi Sándor általános iskola fejlesztése, felújítása és bővítése. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója elmondta, 2017-ben nyújtották be a pályázatot a fejlesztésre, amin 430 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a 430 millió forint kevés lesz a projekt megvalósítására, ezért a kormány további 160 millió forintnyi többlet támogatást biztosított a projekthez. Így alakult ki ez a közel 600 millió forintos költségvetés. Ugye, hogyha az iskola felé nézünk, akkor látjuk, hogy a nagyiskola épülete bővült egy közel 380 négyzetméteres épületrésszel. Ebben igazgatóiroda van, igazgatóhelyettes iroda, technikaterem, háztartástanterem lett kialakítva. A nagyiskola épülete és egyébként a kisiskola épülete is teljes körű felújításon esett, tehát minden tanterem és a közösségi terek is megszépültek az épületben. Hogy legyen hely a tehetséggondozásra, a fejlesztésekre, korábban hiányoztak a kiscsoportos foglalkoztatótermek, ebből mind a nagyiskola épületében, mind a kisiskola épületében újonnan kialakításra került néhány kis terem. Ha átmegyünk a kisiskola épületébe, ott hatalmas 75 négyzetméteres tantermek voltak. Ezekből a tantermekből mi 25 négyzetméteres kiscsoportos foglalkoztató termeket választottunk le. Itt is teljes körű felújítás volt, a földszinten megújultak a vizes blokkok, és hogy a gyerekeknek a szabadidőt is legyen hol eltölteni, játékokat telepítettünk mindkét udvarra. Abban, hogyha egy évvel ezelőtt körbejártuk volna az iskolát, akkor 40-45 évvel ezelőtti állapotokat találtunk volna, úgyhogy úgy gondolom, hogy ráfért az iskolára a felújítás. 1000 négyzetméternyi padló felület lett hideg burkolva, 320 négyzetméter PVC-t ragasztottak le a kivitelező kollégái, 280 négyzetméter falfelületre csempe felragasztva, 11.400 négyzetméternyi felület lett glettelve és festve több alkalommal. A pályázat másik fontos irányvonala a sportberuházás volt. Szerettük volna felújítani azt a salakospályát, ami 51 néhány évvel ezelőtt készült, és azóta nem lett felújítva. 1995-ben épült a tornacsarnok épülete, ami ugyancsak problémás volt, folyamatosan beázott, a parketta tönkrement, kevés volt az öltöző, kicsi volt a kiszolgáló helyiség, ezért ugye itt is építettünk egy 180 négyzetméteres új építésű épületrészt, amelyben új öltözők találhatóak, hozzátartozó vizes blokkok találhatóak, és hát teljesen megszépült a sportcsarnok is, kívülről, belülről, cserélve lett a tetőszerkezet, és a parketta helyett is sportpadló van a padlón. A felújítás nem egyedi. Magyarország kormánya soha nem látott iskolafejlesztési programot indított el 2017-ben. Az összesen 61 milliárd forintos projektet eddig közel 25 milliárd forinttal egészítette ki a kormányzat. Ennek a része volt a Nagydorogi Általános Iskolában megvalósult beruházás is. Hogyha az összes tankerületi iskolát összevetjük, akkor nagyságrendileg kb. 1000 intézményünk újult vagy újul meg az országban, hogy az elmúlt
tehát 5 évben, tehát 2017 óta, hogy azért erre meg büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, mert ez tehát fontos. Hogy a szakmai munka nyilván az adja a dolognak a gerincét, de azért nem mindegy, hogy milyen környezetbe mennek be a gyerekek. Vagy egy 21. századi környezetbe, ahol tényleg megfelelő infrastruktúrális körülmények fogadják őket, vagy pedig egy régi lelakott iskolaépületbe. Erre azt tudják mondani, hogy ez tényleg ez egy alma mater. Azért azt látni kell, hogy az, ami most az elmúlt években zajlott, ehhez fogható iskolafejlesztési program az elmúlt évtizedekben, vagy a korábbi évtizedekben nem volt Magyarországon. És nem csak az épületek újulnak meg, de hatalmas informatikai eszközbeszerzés és kiosztás is megvalósult, és most is jelenleg is zajlik. Éppen 120 ezer laptop kiosztása zárul nem sokára jövő héten, úgyhogy hát folyamatosan fejlesztünk, tényleg mindenhol azt kell, hogy mondjam. Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Elmondta, számos fejlesztést hajtottak már végre a térségben a kormányzat segítségével. Ez a cél, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni a településeken, ahhoz jó iskola kell, mert a gyerekeket itt tudják iskolába járatni, jó körülmények között, és erre alkalmas ez az iskola együttes. Ugye most már megújult a sportcsarnok is, a gyerekeknek ez nagyszerű dolog, tudnak sportolni, jó levegőn, szülők, hál' Istennek most jó úton tudnak eljárni, vidékre dolgozni, és akkor a kisebb üzemet azért még próbálunk majd ide minden településre valamilyen egyéb, mert ne csak Paks legyen egy nagy munkáltató, hanem több munkáltató legyen a régióban. Szilágyi Péter az intézmény igazgatója úgy nyilatkozott, egy új élet vár a tanárokra és a diákokra a megújult iskola falain belül. Sok minden elkészült, sok mindenre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire komolyan megújulhatott ez az intézmény. Hosszú évtizedek óta nem volt példa ekkora méretű fejlesztésekre, és kell egy kis idő majd, míg belakjuk a sok új teret, új környezetet, és a gyerekek is megszokják, meg a kollégáim is az újdonságokat, és kialakítunk egy új életvitelt ebben a nagyszerű iskolában, amit így biztosítottak számunkra. Ugye a régi ütött kopott iskolán még egy 28. sérülés a falon annyira nem látszott, most viszont a legkisebb, hogy is mondjam, csak nekikoccanás is már látszik, és ez örülök, hogy a gyerekeket egy kicsit arra tudjuk nevelni, hogy jobban ügyeljenek a környezetükre. Nagyon-nagyon kíváncsiak, alig várják már, hogy használatba vegyék a sportcsarnokot is, az öltözőket is, az új termeket is, és hát az udvari játékok viszik a abszolút a primet, úgy kell őket leparancsolni, hogy egy kicsit kössön ez a beton, amit odaöntöttek, hogy végre tudják használni. Reméljük holnaptól már működőképes lesz, és az ő nagy örömükre átadhatjuk nekik is a használatot. Az iskola felújított részeit március 25-én vehette birtokba az itt tanuló 247 diák. Oktatási és képzési együttműködési megállapodást írtak alá a paksi atomerőmű bővítése kapcsán Faddomboriban. A cél, hogy a Dél-Dunántúli régiót hosszú távon vonzóbbá tegyék az ide települő munkavállalók és családjaik számára. A szomszédos Ukrajnában zajló háborús állapot nincs befolyással a paksi beruházások zökkenőmentes folytatására és a térség fejlesztésére sem. A programban résztvevő képzésintézményeknek köszönhetően biztosított a szakképzett munkaerő folyamatos ellátása minden területre. Többek között erről beszéltek a Közép-Dunamenti Kiemelt Térség képzési és foglalkoztatásfejlesztési fórum alapításához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírása alkalmából tartott eseményen. A rendezvényen jelen volt Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. Ő elmondta, egyik nagy előnye az együttműködési szerződés aláírásának, hogy ez a megállapodás nem csak a szakképzésről, hanem térségfejlesztésről is szól. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségi pillanat. Mert hogy azok a térségi szereplők, akik itt a kiemelt térségben dolgoznak, élnek, működnek, közöttük, ha nincsen meg az együttműködés, és nincsen meg az a stratégiai közös gondolkodás, ami szükséges ahhoz, hogy a térség fejlődjön, akkor nem tudunk fejlődni. És számomra ez az egyik legnagyobb előnye és lehetősége ennek a mai aláírásnak, hogy részesei vagyunk egy olyan nagy együtt gondolkodásnak, ami nem kifejezetten csak és kizárólag képzésről, szakképzésről, hanem immár térségfejlesztésről is tud szólni. Hozzátette, fontos a munkaerőpiac, kereslet és kínálat közös álláspontba kerülése.
A legnagyobb lehetőséget a gazdaság szereplői és képzésszervező intézmények összhangjában látja. Ahhoz, hogy egy térség fejlődni tudjon, véleményem szerint alapvetés, hogy a kereslet és a kínálat valahol összhangba kerüljön. Ugye a munkaerőpiac elképzelhetetlen képzés nélkül, hiszen annélkül a fejlődés lehetetlen, képzett munkaerő az egy alapvetés. Amennyiben a képzési kereslet és a kínálat összecsatolódik, akkor tudunk fejlődni. Most én ennek az együttműködésnek ebben látom az egyik nagy lehetőségét a jövőt tekintve, és térségi szinten is ebben látom az óriási lehetőséget, hogy az itt dolgozó, itt élő szereplőknek ez az együttműködése, azaz a cégek kereslete, képzési kereslete, munkaerőpiaci kereslete igénye, és a másik oldalon pedig megjelenő kínálat össze tudjon csatlakozni. Én azt gondolom, ez mindenki számára előnyös, a gazdaság szereplői számára, a képzők számára, de azt gondolom, hogy az önkormányzatok, illetve akár a kormányzati oldal számára is ez egy rendkívül fontos lépés. Mikulás Brigitta, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács elnöke úgy nyilatkozott, hogy az együttműködési szerződés aláírásával a munkaerőpiac képes lesz kiszolgálni a fellépő igényeket. A Közép-Dunamenti kiemelt térség életében azt gondolom, hogy egy a hosszú távú fejlődés szempontjából egy rendkívül meghatározó stratégiai dokumentum, ez az együttműködési megállapodás, ami a mai napon aláírásra került. Széles körben kerestünk meg a Közép-Dunamenti kiemelt térséget érintő, tehát ezt a földrajzilag lehatárolt 99 település vonatkozásában meghatározott térséget érintően azokat a szervezeteket, amelyek képzéssel, szakképzéssel, felnőtt képzéssel foglalkoznak és részt vesznek abban, hogy a munkaerőpiac megfelelően tudja biztosítani a munkaerőpiaci igényeket, illetve a kereslet, tehát ki tudja szolgálni. Az elnök elmondta, hogy a munkaerőpiac igényeinek biztosítása érdekében felkeresték a régió olyan intézményeit, akik szakképzéssel foglalkoznak, hogy ezáltal is segítsenek a fiataloknak a pályaorientációban és a munkavállalásban. Alapvetően a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanácsnak éppen ez a feladata, hogy nem csak a Paks 2 beruházás miatt felmerülő hatásokat, hanem egyébként is mindazokat a vállalkozásokat, amelyek a térségben a mai napon is működnek, azoknak a munkaerőképzési igényét kezelje. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a térségben a fiataloknak az elvándorlását valamilyen eszközök mentén megpróbáljuk, nem is megakadályozni, de legalább támogassuk őket abban, hogy kapjanak ismereteket arról, hogy milyen képzési lehetőségek vannak itt a szűkebb környezetükben, hogy milyen munkaerő piaci lehetőségek várnak rájuk. És ebben azt gondolom, hogy a fejlesztési tanácsnak és a fejlesztési tanácsnak a gyakorlatilag az operatív munkaszervezete, a fejlesztési ügynökség nagyon nagy szerepe tud lenni a jövőben. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy véli, kisebb településeken is elengedhetetlen az oktatás fejlesztése és az új munkahelyek létesítése, ugyanis csak így lehet megakadályozni az utóbbi évekre jellemző elvándorlást a fiatal munkavállalók körében. De ugye az a legfontosabb, hogy itt egy komoly munka előzte meg, fölmérés a települések, lakosság, iskolai végzettség, foglalkoztatási lehetőség egyéb, és akkor egyértelműen látszik, hogy melyik azok a területek, ahol a szakképzésbe, diplomások foglalkoztatásában vannak tartalékaink, és akkor ez a aláírás arról azt fogja tartalmazni hosszú távon, hogy akkor ezeket a területeket erősítsük, hogy az elvándorlás ebből a 3 megyébe is jellemző, ahogy fölmértük, és akkor ha olyan szakmát adunk, és olyan ipart telepítünk, ahol a szakma is, és az ipar is hogy kezdettől össze van nézve, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy itt tudnak maradni a fiataljaink. Süli János elmondása szerint az új paksi blokkok elindulásával jelentősen csökkenni fog Magyarország üzemeinek károsanyag kibocsátása. A megújuló energiával működő erőművek által előállított elektromos áramot sajnos még nem tudják megfelelő hatásfokkal tárolni, ezért is van szükség a jelenleg is üzemelőkre. Paks 2-t, ha beüzemeljük, ugye az 17 millió tonna széndioxidot váltunk ki, és akkor el lehet dönteni, hogy mit állítunk le. Ugye van egy mátrai lignit erőművünk, annak a leállítás egyébként lassan esedékes az élettartama miatt,
korszerű lignit blokkokat, mivel hazai tüzelőanyag csak az van, az majd megfontolás tárgya, hogy megépítjük, de akkor egy modern korszerűt kell, hogy a gázos erőművek bocsájtanak még ki, szabályzó erőművekre szükség van, de abban is minél modernebb, minél újabb gázturbinás erőművet építünk, annál kisebb a kibocsátás. Tehát Paks önmagába ennyit vált ki, ezt hagyományossal kellene előállítani, mert sajnos megújulóval nem tudjuk, hisz ma itt most szépen termelnek a megújulók, de ahogy elérünk mondjuk este hét körül, már ez a megújuló termelés abba marad. Minden évben a szakmát tanuló diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a megszerzett tudásukat egy országos verseny keretein belül megcsillogtassák. Idén 10 Tolna megyei diák jutott be az országos előválogatóba. A döntő Budapesten a Szakmasztárja Fesztivál keretein belül kerül megrendezésre április 25-e és 27-e között. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében idén is megvalósult a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny. A területi előválogatót a Tolna megyei szervezet bonyolította le. A megméretetés részleteiről Horváth Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó beszélt. 2021. novemberében kezdődött a jelentkezés, amely 2021. decemberében zárult le. Ekkor 166 versenyző 25 szakmában jelentkezett. A verseny 2022. januárjában valósult meg, az ekkor megjelent létszám 154 fő 24 szakmában. Sajnos a Covid-ra való tekintettel igen szigorú szabályokat kellett bevezetnünk, de bizony maximálisan teljesítettük ezeket a feltételeket, hiszen ez a gyerekeknek is fontos volt, illetve nekünk is, mint a kamara dolgozóinak. A 166 versenyzőből és a 154 megjelentből összesen 53 fő ért el 60% fölötti eredményt. Ez azt jelenti, hogy ezek a hallgatók a szakmai záró vizsgájuk egy részéről mentesültek. Ez a mentesülés mindig az intézményvezető döntése, hogy az írásbeli vagy a szóbeli vizsgát engedi el az adott hallgatónak. A diákok több mint egynegyede teljesítette a 60%-ot. Az 53 főből mindössze 49-en kaptak mentességet, hiszen volt két szakma, azaz négy versenyző, akinek a záróvizsgája csak egy modulból állt, így ők ezzel a felmentéssel nem élhettek. Az országos előválogatóra Budapestre 10 diák jutott tovább Tolna megyéből. A 10 diákból 9 az energetikai technikumba jár, ebből 5 irodai titkár volt, 3 elektronikai technikus és 1 darab erős áramú elektrotechnikus. A további 1 fő a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumának gépjármű mechatronikus hallgatója. A jelenlegi állás szerint 1 főről tudunk, az energetikai technikum Trap Enikő nevű diákja jutott tovább, őt a Szakmasztár Fesztiválon láthatjuk legközelebb. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a szakma kiváló tanulója versenyt, kibővítve az országos szakmai tanulmányi versennyel. A megméretetés országos döntőjére Budapesten az évente megrendezésre kerülő Szakma Sztár Fesztiválon kerül sor. Ide a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 150 középiskolást és 209 fő általános iskolás tanulót utaztat el. A szakma kiváló tanulója versenyt a kamara azért szervezi meg minden évben, mert szeretnénk, hogyha a szakmákat egy kicsit népszerűsíteni tudnánk. Azt látjuk, hogy a szakmának a presztízse egy kicsit csökken, és szeretnénk elérni, hogy a diákok bátrabban lépjenek a szakképzés útjára, hiszen azt látjuk sok esetben, hogy sok diák, aki kilép az egyetem falai közül, nem tud elhelyezkedni. A mai helyzetben pedig azt látjuk, hogy nagyon kevés a szakember, mindenki szakember hiánnyal küzd, ha egy lakást szeretnénk felújítani, nem találunk szakembert. És ez a kamarának a célja, ezzel a versennyel is népszerűsíteni szeretnénk a szakmákat, minél több fiatalt bevonni a szakképzésbe. 3 évvel ezelőtt lett egy új rendszer, a szakképzés 4.0, amely egyre több segítséget és egyre nagyobb anyagi támogatást nyújt a diákoknak, és azt gondoljuk, hogy ezzel is csak hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a későbbiekben jó szakemberként el tudjanak helyezkedni, és önmagukat, illetve a családjukat el tudják tartani.
A szakma sztárja országos megmérettetés 2022. április 25 és 27-e között kerül megrendezésre, ahol az országos döntők legjobbjai látványos verseny keretein belül mutathatják be a rátermettségüket a választott szakmájukkal kapcsolatban. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar tehetséges utánpótlásához tartoznak azok a tanulók, akik részt vesznek a Csapó Dániel emlékversenyen. Mondja Fülöp Mónika, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképző iskola és kollégium igazgatója. Idén 36. alkalommal rendezték meg a versenyt. A Szekszárdi Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola életében kiemelt szerepet játszik a Csapó Dániel emlékverseny. Az ötletgazdák 37 évvel ezelőtt az iskola diákjainak szerveztek helyi szakmai versenyt, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a tehetségeknek, a szakma iránt elkötelezett tanulóknak. Az évek során a szervezőknek köszönhetően országos tanulmányi megmérettetésé nőtte ki magát a rendezvény. A versenyre az idei évtől 4 szekcióban várták a dolgozatokat, ugyanis kiegészítették a precíziós gazdálkodás témakörével. Varga László Dávid az őszi búza gyomnövényeit mutatta be. Az őszi búzának a gyomnövényeit, az, hogy milyen gyomnövények teremnek őszi búza állományban, és hogy az én gyomfelvételezésem az 5. országos gyomfelvételezés eredményeihez képest milyen eredményekkel zárult. Családi gazdaságunk van, és megtetszett ez a témakör, és úgy gondoltam, hogy egy picit jobban belemélyedek a témába. Én a családi vállalkozást azt mindenképpen tovább szeretném fejleszteni. Baker G.F. Krisztián szintén a növénytermesztéssel foglalkozott, előadásában a levélbogarakat mutatta be. Én a Budapesti Természettudományi Múzeumban vagyok önkéntes, itt a bogaraknak a taxonómiájával foglalkozok, de most a mezőgazdasági jelentőségüket emeltem ki, mert sok fajuk kártevő. Szerettem volna megmutatni, hogy mennyire fontosak, hogy miért érdemes foglalkozni a biológiájukkal. Csak akkor tudunk ellenük védekezni, hogyha ismerjük ezeket a fajokat. Kutatói pályán szeretnék maradni, a levélbogarak rendszertanával szeretnék foglalkozni, illetve a későbbi tanulmányaim is erre épülnének. A szóbeli fordulóra felkért zsűritagok már tiszteletbeli csapósok. Szakmai felkészültségük, tapasztalataik garancia arra, hogy a kétfordulós versenyen megalapozott eredmények születtek. A mai nap ez egy kicsit változó volt, mert sajnos visszatért egy olyan alapprobléma, hogy volt jó pár olyan előadónk, aki nem mert igazából papír nélkül megszólalni. Pedig nagyon jók voltak a dolgozatok, szépen beszélt, de a rettegéstől, az izgalomtól nem tudott elvonatkoztatni a papírtól, viszont volt nagyon sok gyerek, tehát a több mint fele, aki viszont ragyogóan, önállóan szépen beszélt, és nagyon sok volt az önálló munka a dolgozatokban, tehát nem csak irodalmazás, hanem saját terméket készítettek, hoztak kóstolót, kaptunk egy egész tortát, tehát nagyon-nagyon ügyesek voltak. A leggyengébb is 60% fölötti volt a leggyengébb teljesítmény is, a legjobb az 96%-os. A versenyzőknek több kritériumnak is meg kellett felelniük. 10 percet kaptak, hogy bemutassák a dolgozatukat. Aki túllépte, ahány perccel túllépte, annyi pontot levontunk. Aki meg nem teljesítette, az ameddig beszélt, annyi pontot kapott. Az 50 pontot tudtunk adni a tartalomra, hogy hogy tükrözte az előadása a dolgozat tartalmi bemutatását. A beszéd, hogy milyen az orgánuma, mennyire szépen beszél, az előadásmód, hogy mennyire ragaszkodik a papírhoz, nem ragaszkodik a papírhoz, mennyire jó előadó, illetve egy egyéb kategóriánk volt 10 ponttal, ahol mi mindig a PPT-t, tehát magát az előadás vázlatot pontoztuk, hogy mennyire informatív, mennyire felel meg az előírásoknak, és hát tulajdonképpen így 100 pont, amit duplán veszünk, mert mindig a szóbeli bemutatás az súlyoz, és ehhez adtuk hozzá az írásbeli pontszámot, amit külső bírálók bíráltak, majd 3-mal került elosztásra, tehát így a 100 pontos százalékos rendszerbe kapták meg a versenypontszámokat. Fülöp Mónika igazgató azt mondja, céljuk, hogy a versenyt magas színvonalon tudják megrendezni. A célja, ahogy említettem, továbbra is ugyanaz, hogy a tehetséges, a mezőgazdasági
élelmiszeripar iránt elkötelezett tanulók elmélyedhessenek egy témába, kidolgozhassák, foglalkozhassanak vele, ami azért a tantárgyi követelményektől egy kicsit eltér, de akár a tantárgyakhoz is, illetve a tananyagokhoz kapcsolódik. A többségük biztos, hogy a szakmai irányban szeretne tovább tanulni felsőoktatásban, de nem feltétlenül, mert a szakképzőiskolások is versenyeznek elsősorban az élelmiszeripari ágazatban. Az idei évben a felhívásunkra 25 vázlat érkezett be, de a 25 vázlatot ki is dolgozták, de a mai napon 20 pályaművet mutattak be. Az idei évben 7 iskolából érkeztek, Berettyóújfalu, Kaposvár, Szombathely, Vép, Szekszárd. Azt tudni kell, hogy a mezőgazdasági területen azért egy-egy kísérlet beállítása nagyon hosszú időt vesz igénybe, és a Covid az abszolút nem tett jót ennek a versenynek, mert nem tudták megcsinálni a kísérleteiket. Tehát több ötlet is volt, de nem tudták megcsinálni, mivel onlineban voltak a tanulók. Az élelmiszeripari technológiák bemutatásában Németh Nóra egy Hungarikum a tortában című projekttel nyerte el az első helyezést. Hagyományok, értékek megőrzése kategóriában pedig Bakergyiev Krisztián a levélbogarak taxonómiájával nyűgözte le a bírákat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.